Itt az 56-os úton Várdom közelében történt múlt héten az a baleset, amiben egy 17 éves diáklány meghalt és többen megsérültek. A rendőrség felvételein a helyszínen is nyomai és az autó útja is látható. Renning János közlekedési szakember azt mondja, ez az útszakasz akár 140-150 km/órás sebességgel is teljesíthető, amennyiben valakinek megvan a kellő rutinja és figyelembe veszi az utasok számát, azok súlyát a vezetés során, valamint a gumiabroncsok nyomását is a szállító személyek számához igazítja. Itt azonban ezek a feltételek nem voltak adottak. A nyomok alapján a szakember azt valószínűsíti, hogy a sofőr pánikszerűen reagált. Volt egy, vagyis így a nyomok alapján erősen feltételezhető, hogy volt egy kicsit késői és eltúlzott kormánymozdulat, és onnan jött létre az a folyamat, amiből a járműnek ez a stabilitás vesztése odáig vezetett, hogy elhagyták a pályát, és amikor már elhagyta a pályát, onnantól kezdve már teljes egészében a fizikára van bízva, hogy mi lesz vele. Nincs ott az az áteresz, ugyanúgy nagyon könnyű, tehát kisebb karcolásokkal megúszhatták volna, mert nem fog átpördülni járni. A szakember szerint az, hogy ki hogy reagál egy váratlan helyzetre, elsősorban a vezetői rutintól függ. Gyakorlatfüggő, jó, mondjuk a fiatalabb az úgymond bevállalósabb, tehát kisebb a veszélyérzete, nagyobb a kockázatvállalása, de ténylegesen a mai erős, gyors járművekhez az a fajta feltételrendszer, ami a vezetőengedély megszerzéséhez kell, az kevésnek mondható. Ez régen is úgy volt, csak ugye régebben úgy volt, hogy általában a szülő még ott ült mellette. Az egyik pécsi autószerelő azt mondja, az ilyenkorú autókra akár több százezer forintot is el lehet költeni, hogy használatuk minden körülmények között biztonságos legyen. Mert bár a motorjuk strapabíró, különösen ha erősebbet raktak bele, mint amilyen gyárilag volt benne, a futóművük és a kopó alkatrészek elfáradhatnak. Ez különösen veszélyes egy idősebb autónál, ugyanis ahol a futómű szilentek el vannak rehülve, a gumik sem olyan állapotúak, mint ahogy mondtam. Meg hát gyakorlatilag az autó minden porcikája már elöregedett, és akkor abba egy erősebb motort beépíteni vagy feltuningolni, az fokozottan veszélyes lehet. Nem csak a jármű állapota, a sofőrvezetői gyakorlata, az utasok magatartása is kihathat a vezetőre, mondják a szakemberek. Ezért nagyon fontos, hogy ne zavarjuk a sofőrt vezetés közben, ne hangoskodjunk, ne sietessük, és ami még ennél is fontosabb, a biztonsági övet mindig be kell kötni, mert az életmentő lehet.